riport felvezetőjeként akartunk játszani egy játékot, hogy Csüllög Ilona bejön a portán, fölveszi a kulcsot, lejön ide, a régi munkahelyére, kinyitja az ajtót, és úgy történik, mintha dolgozna, és nagyon tiltakozott. Igen, mert ezt már nem lehet még egyszer megcsinálni. Ami elmúlt, annak vége van, és azt nem szabad megismételni már, és nem lehet megismételni. Önbecsapás lenne? Azt hiszem, igen. Mindenkivel szemben, saját magammal szemben is, és azt hiszem, föltételezem, hogy a filmmel szemben is az lenne. Most, amikor ide beléptem ebbe az épületbe, a libabőr kiverte a hátamat. Borzalom, én 41 évet voltam ebbe a gyárba, de amit most látok, ez egy tragédia. Most a lepusztulás, a megszűnés, az omladozó falak, a kiürített géptermek, szinte, majdnem azt mondom, amikor a temetés után az ember elmegy, és lát egy lepusztult, lerobbant temetőt, ahol fejfáktól kezdve minden korhat, porlad, ilyen érzésem van. Nagyon nehéz visszajönni, és őszintén nem is valószínű, hogy kívánok még többet ide visszajönni. És miért a Kenderbe jött? Hát ez egy ilyen munkás toborzás volt tulajdonképpen. Akkoriban kerestek munkaerőt, és ez abból az apropóból jött. Nézzük meg, próbáljuk meg, hogy mi van itt, valahogy el kellett kezdeni a dolgos éveket tulajdonképpen. Nagynéném férje az tulajdonképpen szövőmester volt itt, a régi szövődébe. Aztán ő otthon csinált kis szövőgépet, és én 10 éves korom óta már ott tevékenykedtem, amit tudtam, segítettem. Már szőttem is tulajdonképpen. Mire a középiskolába kerültem, én már akkor kézi szövőgépen tudtam dolgozni. Mit kapott ettől a gyártól? Nem is tudom, ezen még úgy el se gondolkoztam igazából. Mit kaptam? Talán egy ilyen kölcsönös nevelést, nem is tudom. Talán itt nőttem fel, vagy itt lettem fölnőtt. Ugyanis ugye, amikor én bekerültem, akkor ebbe a gyárba, akkor szakadtam el a szülői háztól. Én addig igazából nem voltam távol a szülői háztól sem. Úgy emlékszem, 5500-an dolgoztunk itt. Mert akkoriban a Molnár igazgató, nem emlékszem a kereszt nevére, de akkor 5500-an csak azt mondta, hogy milyen perspektíva van előttünk. Úgyhogy nagyon jó, hogy ide jöttünk. Akkor heten jöttünk ide, a középiskolában abban az évben, 61-ben, ketten maradtunk most. És mit adott ennek a gyárnak? Hát, azt a 34 évet. Azt a sok éjszakás műszakot. Azt a sok túlórát. Tulajdonképpen a munkát, önmagamat. Ahol a Porta épület volt, ott volt hajdanában a munkaerőfelvétel, itt kellett jelentkezni. Én elmondhatom azt, hogy egyik jó barátommal egy napon jöttünk, aki az eltelt 40 év alatt, most, amikor elköszöntem a gyártól, ő volt a vezérigazgató, Szél Jánosra. Ővel eléptünk be 1965. július 10-án egy napon. Ahogy beléptünk a portán, akkor még balkész felől volt a cérnázó, a fes fölvető, meg egy kultúrterem. Akkor még nem volt kész az épület mögött, amit mi idézőjelbe ENSZ palotának hívtunk, de mindenki úgy hívta, akkor még az ott irodák voltak. A portától jobbra helyezkedett el a hajdani nagy szövőcsarnok, és ebben a szövőcsarnokban jellegzetesen még a régi hagyományoknak megfelelő tetőszerkezettel, a séd tetővel, ami fölöttünk is van, ami biztosította a mesterséges
megvilágítás helyett a természetes fényt. Ennek a jellemzője az volt, hogy az üvegtetőn keresztül a hajnaltól már késő estéig a szürkületig természetes fény mellett lehetett dolgozni. Ez adott egy természetes szellőztetési lehetőséget, és nagy... Ezekkel a gurtnikkal lehetett? Igen, ezekkel lehetett az ablakokat és a lehajtható, lehúzható ablakokat kinyitni. Hajnalban bejött a friss levegő, gyakorlatilag a fény is, és egy éjszakás műszak után már egy felüdülést jelentett. Lehetett érezni a hajnalnak a eljövetelét, amikor a természetes fény meglátta az ember. A Kenderfen Szöpöri vállalat 1986-ig működött, akkor átalakult, akkor már a rendszer, gazdaságrendszerváltás szele, meg az ipar nehézségei miatt átalakították a nagyvállalatot korlátozott jogú tröszté, ez volt a hungaro-magyar kenderipari tröszt, amely 2 évig dolgozott, azonban még tovább növekedtek a nehézségek, és 1988-ban a minisztérium, illetve a kormány megszüntette a Hungaroemp-et, és a nagyvállalat, illetve a trösztnek a telepeit, gyárait szétosztottak, és megalakítottak 6 önálló állami vállalatot. Abból egy volt az újszegedi szövőgyár, és akkor kapta a Hevitex nevet. Akkor kapta a Hevitex nevet tekintettel arra, hogy mindig sokat exportáltunk, mindig sokat importáltunk, és az újszegedi szövőipari vállalat név nehéz volt, és kerestünk egy kereskedelmi nevet, ami egy kicsit nyakatekert a Hevitex, de akinek mondtuk, hogy Hevitex, azt tudta és rögtön visszakérdezett, hogy akkor önök műszaki textíliát gyártanak, azt gyártottunk. Most jelenleg, ahol vagyunk, itt is valamikor szövőde üzemelt. Ennek a szövődében, ahol vagyunk ebben a teremben, mondhatom, közel 52 szövőgép volt, valamikor ennek a parti vezetője is voltam, hát ez a 70-es években, a tűz utáni időszakban alakították itten ki a gépeket. A 70-es években a világot elöntötte ez a műanyagőrület, és a klasszikus kenderipari termékeket, beleértem a ponyvát is, a zsineget, a zsákot, a csomagoló anyagot, elkezdték műanyagból gyártani. Most a kender az egy hihetetlen jó textilipari alapanyag, óriási előnyökkel, de a feldolgozása az egy nagyon kegyetlen munka. Nagyon kegyetlen munka, nagy beruházásokat kellett volna csinálni, nagyon koszos, nagyon poros, nagyon nehéz munka, egészségrongáló, ehelyett modern, gyógyszertári körülmények között működő technológiával gyártották a műanyag helyettesítő anyagokat. Mikor kezdték érezni azt, hogy itt valami baj van? Hogy nem úgy megy a dolog, ahogy kellene. Itt valami lóg a levegőbe. Talán legelső alkalommal, amikor oda kellett figyelni, a bejáratnál az a nagy fehér épületet, mikor eladták. Valószínű, hogy valami akkor már elkezdődött valami, mert szükség volt a pénzre a cégnek, és azt akkor sikerült eladni, beforgatni a cégbe azt a pénzt. Jöttek a gazdasági nehézségek, és ugye a rendszerváltás után, amikor önállóak lettünk, és mindenféle állami pénz elapadt, és megszűnt a Szovjetunió, és megszűnt a KGST, és nem volt piac, hogy szittuk annak idején ezt a szovjet exportot is, amikor megszűnt, akkor hogy sírtunk, mert nem volt piacunk, és az 50%-a volt az értékesített termékünknek, amit kötelezően gyártottunk a Szovjetuniónak. Tőkehiánnyal, adósságokkal indultunk, és hát ön is emlékszik rá, a 90-es évek elején bizony a forgóeszköz hiteleket, ha egyáltalán kaptunk a bankoktól, 40-45%-os kamatra adták, és bizony a fejlesztésre nem annyi pénz jutott, mint kellett volna ahhoz, hogy az ember talpon tudjon maradni. Hallani lehetett, hogy egy-két szövőgépet leállítanak, elviszik a mélybe. Tehát vasuladékként eladják, illetve eladják más termelőegységnek. Tehát valahol
kezdett egyfajta leépülés lenni. Államközi szerződés alapján ez a cég a Szovjetunióba szállított. Nevezetesen ez a gyár 6 millió méter ponyvát szállított a Szovjetunióba. Ez nem akarat kérdése volt, kormány döntött, muszáj volt csinálni. Ezek katonai ponyvák voltak? Katonai ponyva, később kiderült, hogy nagy része katonai ponyva volt, egy része Közép-Ázsiába ment a gyapott köztársaságokba. Azt a piacot mi megtaláltuk a 90-es évek elején, egy időben én úgy jártam Közép-Ázsiában, mint más a moziba, és évekig szállítottunk oda, később az a piac is bedugult. Az a piac azért dugult be, mert elsősorban mi szállítottunk Tadzsikisztánba, Kazasztánba, de főleg Üzbegisztánba. Na most Üzbegisztán mellett ott van India, ott van Kína, ott van Pakisztán, a klasszikus textil nagyhatalmak, és a távolság az árak miatt egyszerűen átálltak arra a piacra. Ami már engem is érintett, az, mikor a Rachelizemet felszámolták, eladták a Rachel gépeket. És akkor onnestől kezdve, ez már azt hiszem 95-97 körül volt már, amikor az ember már úgy jött be, hogy ha ez sokáig megy, akkor infarktust kapok, gyomorfekét kapok, valahol kezdte érezni az ember, hogy a Demoklész kardja az bármikor lesújthat rá. Hát mi csak abból érzékeltük, hogy valami baj van, hogy elkezdődött úgy, hogy már csak két műszak, és akkor egy-egy gépcsoportokat leállítottak, és akkor mindig azt mondták, hogy nincs megrendelés, akkor most két műszakra állunk le, most egy műszakra állunk le, és akkor már kényszerszabadság, meg nem áldogáltunk, meg más csináltunk, szóval, és ez fokozatosan történt, hogy egyre kevesebb munka volt. Átalakítottuk a profilunkat, és hát ugye mi nem gyártottunk közvetlenül a fogyasztónak, ha úgy tetszik, mi beszállítók voltunk. Mi láttuk el a magyar gumiipart magas szilárdságú hevedelszövetekkel, mi láttuk el a magyar gyógyszergyárak a speciális szűrőkendőkkel, mindenütt a speciál, a lángmentes szöveteket mi gyártottuk, tehát mi mindenben a specialitásokat csináltuk, és abban próbáltunk jók lenni. Ez a rendszerváltás után 15 évig sikerült is. De már volt olyan nap, amikor 10 gép ment az egész szövedébe, pedig 54 gép ment. És akkor ott voltunk erre a 10 gépre 20-an. Úgyhogy már szinte egy gépen ketten dolgoztak, szóval borzalom volt. Itt ebben a teremben volt egy olyan gép, amit megvettünk, hogy a rugalmasságunkat növeljük vele 80 millió forintért, sose használtuk, meg közben tönkre mentünk, illetve fölbontotta a szerződést a Phoenix, mert az utolsó tárgyalásaink már úgy folytak, hogy megjött a főbeszerző, vagy mi mentünk ki hozzá Hamburgba, és közölte, hogy Herr Szél írja, hogy mennyire fogjuk jövő hétfőtől önöktől venni a szövetet. Most ilyen poroszos módszerrel, ő a vevő megtehette. Hova lettek a gépek? A gépeket tulajdonképpen mi annak idején a történetünkben nagyon sok, és ebben most nem mennék bele, mert a tulajdonosi szerkezetben MFB, APVRT, mi később privatizáltuk ezt a céget, de a tőkehiány miatt egy időre átadtuk a Magyar Fejlesztési Banknak a többségi tulajdont, aki alaptőkét emelt, hisz őt erre találták ki a cégbe. Ez a házasság nem sikerült, és a 3 éves szerződést mi fölbontottuk, pénzt szereztük banktól rá, hogy kifizessük az MFB-t és megvegyük a náluk levő részvénypakettet, és a gépeinket adtuk biztosítékként a banknak, és abban a pillanatban, amikor mi fizetésképtelenek lettünk, és nem tudtuk már fizetni, csak érdekességképpen mondom, hogy 6 évre vettük fel a pénzt, és 5,5 évet visszafizettünk belőle. Már csak 1,5 év hiányzott. Az a pénz a szem elég is lett volna, hogy a lyukakat betömjük és tovább éljünk vele. Ezért aztán a banknak egy leasing cége pontosabban értékesítette a gépeket, részben belföldön, részben külföldön. Csak érdekeségképpen mondom, hogy
tizen évig szállítottunk Etiópiába egyvevőnek egyfajta terméket évi 500 millió forint értékbe. Ő vette meg a gépek nagy részét, és csinál egy ponyvagyárat Etiópiába ezekkel a gépekkel, amit innen megvett a banktól. Érzékelhető volt, ha nem találunk új piacokat, akkor gyakorlatilag hosszú távon a vállalat jövője megpecsételődhet. A bánya nem lett volna? Voltak. Tehát gyakorlatilag a Taurus Hevedel szövet, amit mi nehéz műszaki szövetként gyártottunk szintetikus alapanyagokból, addig, ameddig Magyarországon bányászat folyt, legyen az uránbányászattól kezdve, külszíni fejtéstől kezdve szénbányászat, nagy mennyiségben alap hevedel szövetekként használták fel, illetve vulkanizálták több rétegben. Ez így biztos megrendelés jelentett. A bányák megszüntetését követően már nem maradt más, csak az abroncsi gyártás, a nyíregyházi, a szegedi, illetve a szűrőszövetek a cukoripartól kezdve. Ami minket 2002-ben elvitt és tönkretette ez a céget, az pedig az volt, hogy az előbb említett 2 milliárdos bevételünk megközelítőleg 75%-a vagy egyenes export volt, vagy export elszámolású értékesítés, és ami 2001 végén 2002-be kötöttük az üzleteinket dollár alapon, majdnem 300 forintos dollárnál, úgy fél év, háromnegyed év múlva ez 20-25%-kal kevesebbet ért, tehát erősödött a forint, és egyszerűen elvitt bennünket. A mi szakmánkba, mi akik termelők voltunk és nem kereskedők, a mi szakmánkban, amikor profitról és árról és árésről beszélünk, akkor mi 3-5%-ról tudtunk beszélni. Na most egy 20-25%-os forint erősödést nem lehetett elviselni, és gyakorlatilag elveszítettük a piacunkat fél év alatt. Az, hogy mi 2004-ben kerültünk felszámolásra, ez egy óriási eredmény volt. Azért eredmény, mert ezt megelőző időszakban megszűnt országosan a pamutipar, selyemipar, lenipar, gyapjúipar, ruházatipar, és mi a profilunknak köszönhetően azzal, hogy nehéz műszaki szöveteket gyártottunk, tudtuk ennyi ideig fennmaradni. Tehát egyik oldalról eredmény az, hogy 2004-ig, ha szabad azt mondani, éltünk, kihúztuk az utolsó napokat. Másik oldal természetes dolog volt, hogy a textiliparnak nincs létjogosultsága, és gyakorlatilag nem bírta azt a versenyt, ami gyakorlatilag Európában és a távol-keleti piacokkal együttesen megindult. Szóval akkor törvényszerű volt a meg? Törvényszerű, szerintem igen. Jött ez az úgynevezett Geotextil Kft., amibe, hát, hogy is mondjam, volt egy utolsó lehetőség, amit az ember 50 éves korában vagy 50 éves kora után még megfog, mert talán máshoz már nem ért, mást már nem tud megtanulni, nem bír már megújulni. Mert nincs is szükség arra, hogy megújuljon, mert nem kellek senkinek se. Tehát más hova nem igazán tudok elmenni dolgozni. Még takarítónőnek sem, mert nem vagyok 35 éves, mert nem vagyok 25 éves, hanem 50 akárhány éves vagyok. Mi változott meg úgy a világban? Nem tudom, minden és semmi. Minden, mert ha csak kicsi hazánkat vesszük, akkor van egy óriási káosz. Ha tovább gondoljuk ezeket a dolgokat, akkor megint nem változott semmi, csak talán átkeresztelték a gyereket, de minden megy tovább, ahogy volt, csak más nevet adtak neki. Most nem gyár, meg nem üzem, hanem Kft. Meg talán az embereknek
egy bizonyos rétege gonosz lett, vagy önző lett, egoista. Mert ugye első miniszterelnökünk volt, azt hiszem az, aki egyszer egy beszédében, egy mondatban azt mondta, hogy Amerikában sem kérdezik meg az unokák a nagyapát, hogy honnan szerezték vagyonukat. Akkor van az, hogy először vagyok én, másodszor én, harmadszor én, és akkor tizedszerre talán mindenki más. De ne szólalj meg, hogy nem tudod a rakás rezsidet kifizetni, mert nincs pénzed, nem keresel annyit. Vagy nem kaphatsz többért, mert nem tudjuk, már drága az ár, nem tudjuk eladni. Talán nem kellett volna a TSZ-eket fölrúgni, talán nem kellett volna nagy gyárakat privatizálni. Lehet, hogy meg kellett volna hagyni, vagy lehet, hogy nem második lépésnek kellett volna rögtön azokat a piacokat megszüntetni, ami vitte az országot valamerre? Vagy valahonnan bevétele származott belőle? Ezek kérdések, amikre nem, sajnos még nem kaptunk rá választ. Vagy lehet, hogy a történészek tudják rá választ, csak még nem lehet elmondani, mert nem telt el még annyi idő, hogy elmondhassák, hogy miért kellett ezt megcsinálni. Milyen érzésbe jönni most ide? Szörnyű, életem első és utolsó munkahelye ez a terület, és hagyd ne beszéljek most sokat róla, 40 évet töltöttem el, az életem volt ez a cég. Szörnyű. 3 hete köszöntem el tőle. Annyira megvisel érzelmileg ez az állapot, hogy mint ahogy egy olyan példával édesanyám, amikor meghalt, a szülői házba se kívánok visszamenni, mert az emlékek ahhoz a régi múlthoz kötnek, ugyanúgy itt a gyárban is azokhoz a 40 éves emlékekhez kötődök, amit most már nem találok meg soha. Saját jó szántából mikor jön ide vissza legközelebb? Azt hiszem, soha többet. Már nem. És a fűvészkertbe kell menni? Akkor nem erre, egy másik úton. Mert kamratöltésen még el lehet menni, és ott is elérem a Kertész utcát, illetve a Lövőde utat, és ott megtalálom a fűvészkertet. A Heavitex területének egy hátsó, kevésbé frekventált részét már korábban megvásárolta egy budapesti székhelyű ingatlan hasznosító cég, a Hermész Faktor. Nem titkolt céljuk volt, hogy akár 10-15 évet is várva a megtérülésre az épületeket felújítsák, majd később bérbe adják, esetleg eladják. A felszámolási eljárás során a többször megkérdezett üzemet egyetlen vevőként végül ők vásárolták meg. A Heavitex, illetve a nyomdokain megalakult új cégek visszabérelték egykori területüket. Ám jelentkezett egy vevő komoly szándékkal, foglalóval, így a Hermész Faktor felmondott a bérlőknek. A vevő azonban nem tudott fizetni, az üzlettől elállt, a foglalót elvesztette, a volt bérlők pedig új helyen folytatták tevékenységüket. Szeged egyik legértékesebb területe ma jobbára üresen, vevőre, bérlőre vár.